Nemrégiben értek véget a képviselők lakossági utcafórumai, ahol a választókörzetekben élők elmondhatták különböző jellegű problémáikat és kéréseiket. Ezeket a napokban összesítették, melyből többek között kiderült, hogy az elmúlt időszakban nem csak Honvédban, hanem a többi városrészben is rágcsáló populáció növekedést tapasztaltak. Az önkormányzat bejelentést tett az Alföldvíz ZRT-hez, mint felelős szolgáltatóhoz, így a szokásos, tervszerű negyedéves írtásuk mellett csütörtökön egy újabb, rendkívüli kísérletet tettek. Két területet tudunk megkülönböztetni, ugye a belvárosi rész, ahol ugye gyerekek járkálhatnak, tehát ahol gondot okozhat magának az írtószernek a kihelyezése, ugye ott zárt helyre teszik be, tehát hogy még véletlenül sem történhessen semmiféle probléma. A külsőbb helyeken, tehát olyan ipari területeken, tehát ahol nincs akkora a lakossági forgalom, ott pedig külső dobozokban, tehát úgy helyeznek el patkányírtókat, írtószereket, ahogy például otthon is tesszük, tehát hogy kitesszük a kuka mellé, tehát ahol gondoljuk, hogy élnek vagy járkálnak ezek az állatok. Mint megtudtuk, Makóváros önkormányzatának 2017. évi költségvetésében mintegy 2 millió forintos keret áll rendelkezésre rágcsáló írtásra, azonban amennyiben ez nem bizonyul elegendőnek, további forrás biztosítanak a feladat elvégzésére. Az írtás során többek között a csapadékvíz elvezető árkokba, a szemetesek környékéhez és a különböző parkokba is elhelyeznek mérget a szakemberek. Meg kell csináljuk évente legalább kétszer a féregtelenítést, mert óhatatlanul elszaporodtak a patkányok. Itt szeretném megragadni azt az alkalmat is, hogy megkérni a lakókat is, hogy ők mindenki a maga magánháza területén legyen szíves odafigyelni, és különösen akik jószágot tartanak. Ez inkább ugye a város külső periférián fordulhat elő, hogy igyekezzenek a ház környékén is a féregtelenítést megoldani. Az írtást várhatóan a közeljövőben megismétlik, bízva abban, hogy minimálisra tudják csökkenteni a patkány populációt a városban.